A mise folyamán az elhangzott prédikációban szó esett Szent István államalapító munkásságáról, az iránymutatásairól, az intelmeiről, a nemzeti egység megtartásáról, valamint a várakozással teli jövőről is. Szent István álmaiban kirajzolódott egy keresztény államnak, egy keresztény nemzetnek a képe, amelynek otthona ez a föld, amit ős hazának nevezünk. Itt a Kárpát-medencében, amit újabb kutatások fényében mondhatjuk, hogy a sztyeppei népek legnyugatibb területe volt. És ezt az álmot kezdi megvalósítani, mert tudja, hogy Krisztushoz tartozni életet jelent. Hallhattuk a Szentleckében Szent Pál apostolnak az intelmeit az efezusiakhoz írt leveléből. Úgy gondolnám, hogy Szent István királyunknak is ez egy jó program volt. Egy nemzet újító, nemzet felemelő program, amit meg tudott hirdetni. Az apostollal együtt mondhatta ő is a kor magyarjainak. Azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket, elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől, tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Kedves testvérek, első szent királyunk egész uralkodásának, egész személyiségének a bölcsessége innen érthető meg. Felelősnek érzi magát Isten színe előtt. Ismeri az élő és igaz Istent, szívében is ott van az Isten félelem, és ő már tudja azt, hogy az Úr Krisztus egyszer tőle is számon fogja kérni, amikor megjelenik az ő bírói széke előtt. Számon kéri tőle majd: István, mit tettél a te népeddel? Mit tettél? István mindezt tudja, hogy neki majd egyszer el kell számolni minden döntésével, minden tettével. István szigorú, amikor kormányoz, ám elsősorban önmagához, és csak utána a népéhez. Ezt követően a programban az új kenyér megszentelésével, majd a templom oldalában felállított államalapító szobránál folytatódott tovább. Zárásként pedig a nemzeti imádságunk sorai csendültek fel.